hetietes. Hetietes. A fekete leves. Hetietes. Köszönjük szépen! Rájöttem, hogy én ezt relatíve tehetségesen tudom csinálni, mint a madár, nem? Vagy nem? Nem. Eheti postánk... Semmit. Nem, ne haragudj. Nem. Lehet, hogy csak ideges vagyok, vagy nem. Eheti postánk zömény. Rájj egy pillanat. Pillanat, türelmet. Ha hozzám jössz, megöllek. Ez valami kópészság lesz. Rögtönzésnek tűnik minden esetben. Folytathatjuk. Kénytelen vagyok megkérdezni. Meg vagy mi ellenőriztünk? Újra számoltat ide. Bármi a végeredmény, följelentelek. Utolsó jegyzőkönyvet tenni. Ti már elébe mentek a hírnek? Nem megyünk elébe. Jó estét kívánok. De itt egy másik utca zené szokott ülni. Ezt az összehasonlítást a Heilig Gabi nevében is kikérem. De én is erre gondoltam, azon gondolkodtam végig, amikor írtam, hogy ki a jóisten nem ér rá. Ő ráért, csak nem hívtuk. De itt léleg újra számolják. Eheti postánk zömét karácsonyi jó kívánságok tették ki, amelyeket nagyon-nagyon szépen köszönünk, és ezúton kívánunk önöknek is boldog karácsony. Tesszük ezt, vagy tettem ezt már csak azért is, mert mához egy hétre, 25-én nem találkozunk, viszont néhány nappal később, 31-én, szilveszterkor dupla műsorral fogunk jelentkezni. Hogy örülnek, dupla meló, hogy... Izé, ugyanaz a költség nekünk, de minden. Hogy együtt búcsúztassuk az évet. Teddy a múlt héten ugyebár elmesélte, hogy csodálatos élményben volt része, amikor egy szép koratéli éjszakán a csaló közben 200 szarvas látott, amelyek aztán egyszerre hátat fordítottak neki, és akkor 200 fehér seggel nézett farkas szemet. Parajdi János kedves nézőnk egy kis biológiai továbbképzést tart Teddynek levelében, mely szerint, ha a szarvasok megfordultak és fehér volt a fenekük, akkor azok nem szarvasok, hanem őzek. Szarvasok és őzek voltak keverve, de nem volt ott a pattúbány, és nem tudtam pontosan megszámolni. Emlékezetem szerint 127 szarvas volt és 73 őz. De a dolog... És a fordítva van. Akkor a bíróságon találkozunk. Igen. Kedves Heti Hetes, ez egy új levél, azon nézői közé tartozom, akár hiszik, akár nem, akik minden adásukat látták, és még mindig nagyon várom a szombatestéket. Ebben az évadban körülbelül 10 szereplő volt, és arra gondoltam, mi lenne, ha a kezdetek kezdetén az asztaltársaságban helyet foglaló egyik-másik szereplőt ismét meghívnák. Sokszor visszanézem régi adásaikat, és nagyon tetszik Pécsi Ildikó, Bodrogi Gyula, Haumann Péter, Heilig Gábor, Fábri Sándor és Soma, de Vágó István is nagyon jól szerepelt. Mi lenne, ha nosztalgiából egyik-másik régi szereplőjüket vendégül látnák? Kedves levélírónk, megfogadtuk tanácsát. Hölgyeim és uraim, műsorunk régi új szereplője, Heilig Gábor! Bajor Inga! Bemöld János! Hernádi Judit! Kéri László! Farkasházi Tivadar! Csak azért ma a zenét említetted, és a múlt heti utcazenész nem értette, de sok ember beszéltem, és számukra világos volt, amit mondtam a birkákról meg a zenéről, hogy a zene időnként lázít, és akkor a hatalom megpróbálja őket domestikálni. Mi is értettük azért. Bár ezt mondjuk a domestikáció. Csak mindegy, hogyha ezt a hajós nem értette a múlt héten, akkor most én vagyok az. De Teddy, azért mi hatalom nem vagyunk hülyék.
Nem csak azért, nem, azt tanne? Akartuk, hogy ne vessenek, és jó, ezért... Jó, persze, de például a Kiss ugye csinált ilyen heavy metalt, ott ez a Dinamit együttes, csak azért ment szóval a pumpa ebbe, mert azt említették, hogy csavart fel a szőnyeget, hogy azzal mi bajom van. Most ki van írva, egyébként gyerekkori barátom a fény, csak úgy hirdetik, hogy Mr. Rock'n'Roll, és azért szeretnék titeket kérni, hogy ezentől engem Mr. Chaplinnek, vagy Monsieur Tatinak hívjatok, jó? Jó, hát, aki jó. Hát, ha nagyon akarod. Hát a járásod és a Tati járása között van némi. Az a pazu, az a tatu, ahogy... Lenne egy áthidaló javaslatom, ha hozzád fordulunk, akkor legalábbis mai nap úgy kezdenénk a dolgot, hogy kedves Teddy, boldog születésnapot kívánok! Ahogy gondolod, hogy szokták volt mondani, és ez a pontos valóság, a szerkesztőség ajándék. Most kérd, számold meg. Igen, de nem azt kérd, hogy kint kibontod, azt visszajössz, ha tud? Nem, mert nehéz kinyitni. Most már azért 59 éves, hogy gondoltam, megkérdezem az anyámat, hogy hogy születtem. És mit mondanak anyád? Hogy hogy? Azt mondta, hogy én 45 decemberben születtem, és nem volt hajlandó kijönni a mentőm, akkor zabráltak az oroszok, meg a mentőbe szállították a fekete árukat, disznót, meg ilyeneket, és az apám egy revolverrel ment az autó előtt, és úgy vittek be a kórházba, és aztán haza akart jönni, és mondták, hogy gyereket nem nézi meg, és akkor... Azt mondta anyámnak, hogy ne haragudjon, kedves Éva, de egy Duxley az jobban néz ki. Kicsiségre nem adunk. Nem, a apám is ilyen foglalkozás volt. Most már majd tömlök a kíváncsiságot közben, hogy kilócik fel. Hagyj egy kicsit. Lehet, hogy a Duxley-t megkapja, azt hittem. Jaj, de jó. Elfér benni. Mi ez? Nem mondta, hogy... Jaj! Gyönyörű szépen. Nagyon szép. Emlékeztek, hoztam egy sakktáblát. Igen, igen. Egy hasonlót 2 millió forintja elvereztek el a héten. Igen? Igen, a légkukra, mondjuk aláírásával. Na de ezt nem fogod elárvereztetni, én gondolom. Írjátok alá, és akkor ez is értékes lesz. Kivel fogsz te ezzel velem játszani? A két ünnep között félmegyek közelként. Sakkozunk, sakkozunk. Köszönöm szépen. Isten értesen. Nehéz lesz, mert abban csöndbe kell lenni, nem? Hogy hol voltál születésnapodon? Debrecenbe. Maga Dóta mondta, Debrecenbe kéne menni. De miért, hogy nem találták közelebbi várost, vagy mi? Hát ott kézilabdáztak. De mentél a meccsekre mindenhova? Ott és találkoztam, beszálltál végül is? Nem, ott találkoztam a családommal, a három irányba jöttünk Debrecenbe, és együtt voltunk vége Debrecenbe. De direkt nem akartatok együtt menni? Hát kellemetlen is. Annyi helyre megállni, vásárolni, az tényleg? Nem, de valahányszor elmentünk a lányok után Zágrába, vagy Bécsújhelyre, vagy Attila, mindig kikaptak. Úgyhogy most féltünk elmenni, de legyőzték a románokat. Hála jó volt. Istennek! Ez egyik újság volt, vagy a lányokkal, és középen állsz rövid nadrágban. És azt mondja, ezek mindenkit örökbe fogadott a csapat. És Fitz Oliver, vagy nem tudom. Össze van montírozva az a kép, én is látom. Igen. Sajnos, igen. Tényleg? Igen. Pedig hát... De a Pálingert azt látod, most vele hirdetik a csapatot, az így fantasztikus. Így van előttem, hát hogy... Úgy védi ki a labdákat, hogy a lábát följebb emeli, mint a fejét. És így kirugdossa a felső sarkokból. Mire gondoltál most? Pálinger egy ingerem támadt, a Pálinger. Elhoztam nektek valamit, mert gyönyörű ez a debreceni főnix csarnok, és holnap játszák a döntőt. Nem tudom még pontosan, hogy mit játszottunk az elődöntőbe. Nem emlékszem rá. A szombaton? Igen, most szombaton mit játszottunk. De vagy az első, vagy a harmadik helyen játszunk, úgyhogy integessetek nekik. Hoztam nektek valamit onnan a Debrecenbe, vegyétek innen alul, és integessetek a lányoknak. Jaj, ez jó, ez tetszett nekem. Jaj, de jaj. Ez tetszik. Ja, bele lehet dugni. Bele.
bele. Mucikám, hát mondtam, hogy nincs vagy egyszer. Akkor lapozzunk. Akarsz valami személyeset? Hajrá, Mimi! Látod? Ez lehet jobbkezes, meg balkezes. Teljesen egyforma. Nagyon jó. Mekkora pofont lehet feladni? Jó lesz a pingpong elbén is. Na, akkor felolvasom az első hírt. Miattunk, ne integessünk inkább. Eltettük? Nem tudtam, hogy mi ingere. Ez nem is férj. Jó, már eltettük. De jó, betület, ha van blog. Kifejezetten jó. Azt mondta, hogy el kell tenni. Kinek a keze volt benne, megőrülök. Te hogy sajátod. Raktad? Sajátod. De hogy raktad? Én beraktam. Élire állítva. A legfelsőbb bíróság az Országos Választási Bizottság eredményt megállapító határozatát megsemmisítette, és elrendelte a Magyarok Világszövetsége által felsorolt szavazatszámláló bizottságok esetében a szavazatok megszámlálásáról kiállított szavazókörű jegyzőkönyvek ellenőrzését, és az újbóli eredmény megállapítását. Ez a szavazókörök tizedét jelenti. A végeredményt kifogásoló panaszokat a bíróság érdemben nem vizsgálta, ez véleménye szerint az OVB feladata. Patrubány Miklós szerint sok helyen kifordították az eredményeket, vagyis megcserélték az igen és a nem szavazatokat. A Magyarok Világszövetsége szerint ez legalább háromszor bizonyíthatóan megtörtént, ezért kezdeményezték az összes szavazat újraszámlálását. Egy hónapig lehordom a szemetet, ha a Gálvügyi vagy a Bajó ezt elmagyarázza. Nálatok. Már mit, hogy kiderül a fordít. Lesz egy új szemetesünk. Ez nagyon nagy dolog. Láttad már a Teddyt ilyen sárga overával? Azért... De mit nem értesz ezen, mit nem értesz? Na de itt van ez meséden. Van egy szervezet, amiről tudtak szűk családi körben a szeptemberig, és ez a szervezet, ez egyszerűen túlszülejti az egész magyar alkotmányos berendezkedést, és mindenki, mint a hülye megy bele ebbe a csapdába. Most már nagyon fontos volt, hogy a legfelsőbb bíróság is belemenjen. Mi van még? Lassan tűzoltóság, mentők. De jó a Patrubány ötletem, mert ugye azt is mondta, hogy úgyis új szavazás lesz, új névszavazás. Nem tudom, mi nem várja ki azt. Hát akkor majd újra megszámolják, nem? Megint a szívszavazás, de várjál már, nem érted? A lényeg az, hogy azt mondta, hogy addig fognak újra meg újra népszavazást kérni, amíg, hát gondolatod, mendig. Úgyhogy én már látom előre a vasárnapi program, körülbelül fél év múlva Magyarországon, reggel kávé, újság, népszavazás. És akkor elkezdünk a vasárnapot. Én azt mondtam, hogy ha fölcserélték az igen, és nem szavazatokat, de akkor az nem azt jelenti, hogy még kevesebb az igen? De. Ugyanezt írtam fel a saját eszem. Na jó, hát ez és az, hogy pedig azért ezt nem néztem volna ki. Úgy maradt, hogy van, mert nem jön össze a 2 millió. Nem lesz több szavazó attól, annyi 3 millió szavazó lesz. Tehát egy semmi értem az egésznek, ezt mindenki tudja. De annyi értelme van, bocsáss meg, hogy rengeteg pénzbe kerül. És rengeteg pénzbe kerül. Annyi értelme van. Az egy találmányuk-e nékik, lehet, hogy én egész erdőben vagyok a dologgal, hogy... Akkor jó van, megnyugszom. Tehát, hogy van egy olyan törvény, hogyha valahonnan óvást jelentenek be, azt az OVB-nek 24 órán belül azt nem ki kell vizsgálnia. Nem az OVB-nek. Tehát valamilyen bizottságnak. A bíróságnak. Na most, idáig beérkezett, mit tudom én, szavazásokkor 32 helyről, 28 helyről, 47 helyről. Tehát, hogy nem ez a truváj ebbe az egész dologban, hogy kitalálták, hogy 1139, magyarul 24 óra alatt, ezt lehetetlen. Mint olyan, amit a törvény előír, hogy 24 órán belül kivizsgálják. Butaságot beszélek én? Tehát, hogy ez egy új találmány? Nem beszélsz butaságot. Végül is egy alakuló jogrendben 10-valány éve alakulgat, mindig lesznek rések. Tehát, ha valakinek az a célja, hogy megtalálja, és soha ne lehessen lezárni, mert fontos az, hogy nem kell elismerni azt, hogy nem az lett az eredmény, amit szerettek volna. Egész addig lehet szórakoztatni mindenkit az egész magyar közjogi politikai berendezkedésben, amíg el tudom érni, hogy
állandóan erről legyen szó. De ez akkor már mindenki, hogy vesztettek. Tehát ez más, tehát a legutóbbi szavazásnál. Mindent lehet. Hogyha ezt kitalálják, akkor ugyanúgy persze, lehet volna ismételni, hát akkor nincs elfogadva. És nincs vége, majd lehet akkor menni az talán. Utcákra, el lehet foglalni az Erzsébet hidat. Te is ilyen feledékeny vagy már? Te elfelejtetted a dramaturgiát? Nem, emlékezzetek 2002 nyarára, nem igaz, hogy ennyire... Más szavazásnál nem mindig így van, mert például a közönség szavazást általában mi nyerjük. Van, amikor én be is veszünk a bizottságba, simán. Én nagyon tisztelem az orvosokat, ahol állandóan kopogni kell, az ember nem tudja, hogy zavar-e vagy nem, és időnként latinul beszélnek, és ezért tök hülye vagyok a dologhoz. Na most a bíróságok is azt játszik, ott mindig fel kell állni, és azt mondják, hogy ők konkrét ügyekkel nem foglalkoznak, és valamilyen tohuva-bohut fogalmaznak meg. Nem lehet egyszer mondani egy értelmes mondatot? De, tehát azt kellett volna mondani, hogy semmi közük hozzám. Oldja meg, patrubányú. Ilyen egyszerűen. De ez valahogy úgy zajlott, hogy nekik 24 óra alatt kellett volna dönteni, azt mondta a patrubány hoz 1140 tanút, meghallgatták az elsőt, és azt mondták, akkor kész, akkor ez alapján valószínűsítették, hogy... Ha az a cél, hogy játszadozni a végtelenségig, hogy valamit nem lezárni, akkor lehet ezt tenni. Nem tudom, ami még nekem... Mi értelme az egésznek a végén? Még egyszerű szerkezetnek borzasztóan fáj be az egész dologba, hogy tovább gördítették azt a hólabdának, évekkel, hosszú évekkel ezelőtt, hogy a hólabdának számított valamit, eldobott valamit, most már egy görgetek, hogy nem hiszek neked, nem bízom benned, akármit mondasz, semmi nem sikerült. Igen, mert eddig ugye azért szavaztunk. Hogy jó napot kívánok, már nem hiszem el. Szóval ott tartja az a Fidesz azt mondta, azért szavaztak így az emberek, mert létbizonytalanságban élünk. Igen. Most már azt mondták, jogbizonytalan, jogbiztonságunk sincsen. Tehát, hogy így megyünk tovább, akkor már teljesen... Szívecském, hát akkor, amikor az előző olyan szavazás volt, amikor ugyanígy azt mondták, hogy kikérik maguknak és számolják újra, akkor ők voltak az a kormány, aki alatt szavaztunk. Hát tudom. De viccelj! Akkor is baromira bizonytalanság volt, csak azt valahogy így hirtelen elfelejtették. Én ezt nagyon bírom, ne arra, hogy a patrubány olyan jó pofát mondott. Azt mondja, persze lehet, hogy nem annyira jó pofa. Azt mondja, a szavazóköri megfigyelők ugyanis mindenütt mosolygós, a fülkébe jókedvűen beilletve kilépő választókról számoltak be. Márpedig, aki mosolyog, az pszichológiai megfigyelések szerint igennel szavaz. Hát én meg kell mondjam, ezt ő már tudja, és például ő megkérne a kezemet, én nyugodtan tudnám azt mondani, hogy ne. Ez különben olyan toll, hogy ide x-elek például, és eltűnik. A Lolka Bolkától kapták a varázsolat. Hát, hogy mondjátok meg, hogy ez kinek jutott eszébe, hogy olyan tollak voltak, hogy bementél, és beixelted mondjuk, hogy igen, erre a Pirja varázslat, Pirja parádi, már nem átugrott az X-ért, ez eltűnt. Hát gyerekek, komolyan mondom. Szerintem az egy vállalkozó, aki ezzel árusította, hogy az ő tolla az abszolút. De tényleg van olyan tinta, amelyik eltűnik. Tudod, amit így lepacáznak, és akkor és eltűnik. Na de, én voltam szavazni, ott lógott egy vasláncon egy izétól, nem is volt nálam döltőtől, piros-fehér, zöld, nem lehetett bevinni, de jó, nem motoztak meg magukban. Próbáld eladni egy bulvállapnak, hogy bementél szavazni, és ott volt egy jó tól. Az a te problémád, hogyha te nem akarsz jól szavazni, az rendben van. De aki ott lógott, az, hogyha az eltűnős volt. Az régen a Szovjetunióban nem csak a tinta tűnt el, a toll is. Bementem szavazni, nem látszolva. Leszek egy fogadás. Azért ez egy elfeledkeznek róla, most mondom. Azt fogom mondani a választások után, hogy voltam egy választási közvetbe, és egy csomó embert láttam bemenni a választási fülkébe, és nem jöttek ki. Tudja, hogy másnap... A David Copperfield választói. Ez milyen jó. Másnap az összes újság hozni fogja. És tudod, hova tűntek? Urnába. Forduló. Tuti benne leszek az összes labban. De hát ilyeneket kitalálsz, ennek felülni, ilyesminek komolyan mondani. Vagy én nagyon naív vagyok. Én beszoptam múltkor ezt a tortadobálást is. Lehet, hogy tényleg van ilyen toll. Persze, hogy van ilyen toll, de miért lenne ott? Mert aztán a kommunisták elcsavarták a kommunisták.
De tudod, mit nem értek? Most minden... nem utánzol senkit, János. Senkit nem utánoztam. Csak láttam az első kommunista. Édes Isten, hó, hát 70 éve nem. Szervusz, Emilké. Tessék. Igaz, agyban pedig én maradjunk a keresemnél. Minden választási körzetben volt egy megbizotjuk. Azok mit csináltak? Hát kinek a megbizotja? Hát azok tüntették el tintát. De nem. Hát gyerekek, ott a világszövetségnek egy megbizotja. Mindenhova nem jutottak. Én olvastam az újságban. Az egész világban nincsenek annyian, de most összejöttek. Az MSZP sem volt képes küldeni. Az a baj, hogy nem 360 fokban van a szemük, mint a nyúlnak. És ha erre néztek, ott... Ha erre néztek, ott! Nem tartok. Én, ahol voltam szavazni, leadtam a voksomat, hát ott legalább 18-an ültek. Hát úgy féltem, hogy melyik... Te nem lehet, nem lehet, hogy egy pubba mentél véletlenül? És ezt szigorúan néztek nálatok is? Nagyon rond, hát rám különösen 18-an egy választás? Melyik választott? Jött egy fotós is valamelyik újságtól, hogy fotózna, attól aztán kiborultak, mert érezték, hogy ott lehet a csalást, amikor kaptam, akkor és nagyon szimpatikus ember. Ez honnan van? Kiengedte be? Engedje. Jó van, azért? Így, olyan a nős volt. Jussi? Jó hangadban, mosolygóssal jöttem ki. Szavaztál, ezt mondta a igen, mosolyogtam. Mondjad, mit szeretnél volna? Hogy az, hogy a nyúlnak miért van 360 Jézus, fokba a szeme? Hallottam egy csatornán, ami nem ez, hogy egy nyúl volt, és itt van neki oldalt a szeme, mert fél. Nem hallottál még a szapora szemű nyúlról? De Júci, hát ez csak 100. De, most nem, amikor egész hátrézott, a feje van. Innen lát így. Most mondtad, hogy fél. De hát ez akkor... Hát de milyen? Hát, amíg én nem látom. Miről beszélsz? Szapora szemű nyúl. Majd nyúl a szapora? Azért, mert én körbenézek, még nem születik gyerekem. Hát azért ne arra, hogy a szapora szem... Attól az egytől, az úrnak az úgy tudok áncom nagyobb az esélye. Mit van? 1139. Isten áldja meg, Júci, a nyúl V alakba fut, és közben megy a feje a... Nem. Hanem a szeme a nagy dombos szeme van, és itt oldalt van. Én értem. Akkor fut így, hogy benne van egy ilyen számláló bizottság. Azt ismerik, hogy ha lehetne szemmel verni, egész nap a farkamat nézném. Én most komolyan elnézést kérek, tényleg. Borzasztó. De az ötlet jó, fölírom. Én kitaláltam valamit, ami nehezen pelhető. Egy fokozást. Anetka Gespik Pattubány. Ez lefokozás? Vagy... Értjük. Vagy még pattubányabb. Tőkés László nem tanácsolja a magyar kormány tagjainak, hogy a közeljövőben... Nem csak mondom, engem olyan ritkán vágnak be, de ilyenkor mindig megtalálom. Tőkés László nem tanácsolja a magyar kormány tagjainak, hogy a közeljövőben Erdélybe látogassanak. Harag szerintem az mindig rossz tanácsadó, és szerintem a Tőkés most eléggé haragszik. De miért haragszik ő? Hogy... Ezért rossz tanácsot. A Szili Katalint Kassán kifütyülték, de kiderült, hogy Miskolcról érkeztek. A Málai emlékmű avatásán vélhetően, nem mondom, hogy kicsodák lehettek, igen. Akkor tulajdonképpen a Bugár Béla mondta ezt. Igen, van egy ilyen heti menetrend, ezt a fütyülni való, azt a keddel hol fütyül? A szerda temető. A Hakni brigád lett. Bélám, lenne két szoboravatás, vállalják? Hol? Hát, hogy tojással vagy anélkül, mert tojásadra. Mit csináltál? Rosszul lettél szívesen? Nem, csak itt van nekünk egy könyvünk, kaptunk, és... Mert olyan vagy, mint a terülterű asztalkában. Itt van egy könyv, én ezt, de nem, hát mert nehéz azért. Herik távolít. Kaptuk, mert egy halál komolyan, csak úgy kaptuk, elküldte nekünk a szerzője, hogy legyen nekünk. Az a címe, hogy Sorsfordítok Erdélyben, és a szerzője Révész Máriusz.
Tessék. Na most ezt nem tudok hozzászólni. Én hallgatni is szeretem, de hogy olvashatom is már. Figyelj, ez kedves Gávöldi Jánosnak. Jó van, hát most kell cserélgessük. De Mikát? Igen. Kedves Kéri László. Kedves Farkasházi Tivadar. Ez a tegyék. Jó van már. Mindent én se tudhatok. Nem, úgy zavarba jöttünk a szerzőtől. Igen. Hagy olvassam fel. Kedves Jáksó, kedves... Köszönöm. Bocsánat, én is. Köszönjük, igen. Köszönjük. Nagyon kedves, köszönjük szépen. Amit nem tudom, ugyanazt írtam minden. Kedves Jáksó László, évközben sokat gondoltak rám. Fogadják szeretettel ennek a hét sorsforító... Embernek a történetét. Embernek a történetét szépen ír. Révész Máriusz, köszönjük szépen. Köszönjük. Na, de ő legalább tett is valamit, nem csak dumált. Ez egy nagy különbség, nem? Én idáig nem szóltok egy szót se. Én már kaptam egy ilyen integető könyvem van. Szervusztok, édeseim, Isten! Hívjatok máskor, jövökéért! Még azt kéne, ezek után kapnánk egy izét, Best of Gálvölgyit is. De tényleg, azt miért nem? Nincs nálad? Most jelent meg a DVD-n, nagyon jó. Mondjuk azt nem lehet így osztogatni, mert nem nagyon van belőle már. Meg azt veszik. Fölhívtam a Bajort, van benne tényleg a egyik jelenetből az Imi, és hát mondtam, hogy Imike, ezt most vagy megcsinálod ingyen, vagy kérsz érte, nem tudom. És azt mondta azért drága barátom, hogy természetesen ingyen megcsinálja. De ebben a jelenetben kellett a Kós is. Fölhívta a gyártás a Kóst, mondta a Kós, mondták, hogy a Bajor elvállalta. És azt mondta a Kós, ugyanannyi vállom, amennyire a Bajor. Majdnem hatalmas betontömb zuhant a Vörösmarty téri karácsonyi vásár fabódéira. A betondarabot az állványzat fogta meg a lezuhanástól. Kommunisták! Azok raktak azok. Alacsonyan szállnak idén a betontömbök. Meg a kommunisták! A fővárosi munkabiztonsági felügyelőség szerint a hatóságok nem kellő körültekintéssel adták ki a közterületfoglalási engedélyt. Rohadjanak be a kommunisták! A karácsonyi vásárra, ám mivel a vészhelyzetet az építők elhárították, folytatódhat a vásár. Úgy fogják hívni, hogy nagy karácsonyi matrica vásár, nem? Ezek a nagy kommunista matricázók, ezek... Az árusoknak azt mondták, hogy ugye a BS kigyulladt, és ez biztonságos. Igen, igen. Bukós isakban már láttam pár embert, de mostanában. Először hallok különben olyat, meg kell mondjam, hogy az állványzat megfog valamit. Mindig az szokott általában az állványzat szokott összedőlni, leesni, szétesni. Én onnan tudom, hogy én majdnem álcsállványon születtem egyébként. És miért nem lettél Gabi? Te, de Gabi! De aki abban a székben ül, az végig hazudja az egész műsort. Hát én még ilyetem. Hát, ezzel az alkattal hogy tudtál állványozni? Nem is lettek fel. Ja? Nem, azért nem lettem állványozni, mert női fodrász lettem. És te szent vagy? Azért vagy itt karácsonykor? Igen, írtak rólam egy nagyon jó számot. Stille Nacht, heilige Nacht. Ez vagyok én. Szezonomban. Gabi, hoztam neked egy hírt, amit nem értek, de ez egy örök. Én se fogom. Ahogy én magamat ismerem. Fölolvasom. Tisztességtelen üzleti magatartással vádol egy lemezkiadót egy CD áruház. A vezető szerint a cég fóliás csomagolásán kívül és belül is internet alapú fizetős letöltéseket reklámoz a kiadó. A hagyományos lemez volt ellenében, ami felháborító. A kiadó szerint nem reklám ajándék, olyan kód, amivel ingyen letölthet a világháról egy karácsonyi dalt. Nem csak ő nem érti, mi sem. Én ezt kivételesen értem, ez egy tragédia, teljesen egy másfél órában tudom elbesélni a történetet, de akkor timsózva van már. Az előtte hagyd mondjam a poén, mert van poénja, hogy... Akkor mondd el, aztán menjünk tovább. Hogy ki tiltakozott az ilyen típusú karácsonyi dalok ellen, hogy hívják a boltvezetőt? Betlehem Csabának. Ezért. Nem, ez az internet dolog, ez... Nagyon betesz mostanában már a kiadóknak.
ellenőrizhetetlen, nem találták még ki, hogy van, lemezek nem fogynak épp ezért. Most próbálják áttenni azt, hogy az internetről lehessen ne egy komplet lemezt, hanem egy számot letölteni, hogyha az valakinek tetszik. De csak bajok vannak, mi szerzők minden esetre egyelőre szívunk ebben az egész történettel, mint jogdíjügyben, szóval mindenképpen. Így letölthetlek téged? Azt hittem más kérdezem. Pedig még csak ismerkedik. Hát. Nem a krajtos, nem a házban. Ez még csak a Petty. Paraszt Petty. Régi ismeretségre való tekintettel letölthetsz, de másodszor már nem. Ez föl kell tenni valakinek a lemezedet, mondjuk a Heilig Gábor. Azt teszi fel, aki akarja, azt tesz fel, amit akar. Hova? Az internetre, hát most mire gondoltál? Hol vagy? Nem, hirtelen most kapcsolódtam be, hogy feltesz, és nem, olyan jól. De egyen nehezebb. Azt tesz fel, amit akar, és azt szed le, aki akar. Igen. Ahogy akarja. Mm. Szóval nincs, és nincs neki, nincs kitalálva még a jobb internetem, én hogy tudnának leszedni? Az úgy nem megy. Hát én így védekezem például. Te veszel még lemez? Én veszek, igen. Hát ő az egyetlen. Már nagyon... De a DVD-ben is ez a helyzet, hogy azt is... Csak aggódom a Gálvegyi DVD miatt. Már nagyon jó fogy. Egy pestezsébeti áruházban paradicsom és banán kvóta van. Ha? Mi? Kvóta? Éppen arra jártál? Nem lehet 5 kilónál többet venni belőle. Nem-e. Milyen? Nem. Vigyél még egy ember. És reklám következik, és utána folytatjuk a beszélgetést. Köszönjük szépen! Gálszécsi András volt titokminiszter, amatőrnek nevezte az állambiztonsági iratok teljes nyilvánosságra hozataláról szóló szocialista kezdeményezést. Kennedy János kutató szerint Gálszécsi és a szintén aggályokat megfogalmazó Boros Péter újfent dezinformálták a hallgatóságot, és előadták azokat a meséket, amelyek miatt 15 éve húzódik a kérdés rendezése. Na, látszik, hogy itt kéne népszavazás. Megkérdezni az embereket, kíváncsiak még erre a cirkuszra? Igen, ha ön azt szeretné, minden dosszét olvasson. Igen, ha nem, nem, hagyják már abban. Mi lenne? Hozzá lehetne csapni valamelyik népszavazást. Tudod, hogy lehetne népszavazni? Sokkal, mint régen volt a Táncdal Fesztiválnál, tudod, Ambrus Kiri számára fölkapcsoltuk a villanyt, igen. Percek alatt meglennénk az egész hülyeséggel. De én ezt tényleg nem értem, Laci, odaértem, hogy kéri. Arra ki tud válaszolni, hogy miért pont most, és miért pont az MSZP? Tizen, nem tudom hány éve rágódik ez a csont, ugye? Elő-elő kerül, szájakból, meg van csócsáva. Nem vettem észre, hogy cseréltek? Szeptember-októberben? 60-as években születtek, ő már nem tud megégni. Tudod, ez az. Tudod, mi jutott nekem? Megszabadul az öregektől, akik ott nekem vannak, a és a másik oldal meg, akik bujkáltak. Dupla haszon, tényleg nem értem. Most vagyok mennyire magam, tényleg. Pont arra, hogy nekem a sap jutott az eszembe, hogy van, amikor... Ugye áldozatot kell hozni, ugye a saját bábuból, de a játszma végén a ellenfélnek a bábúi dőlnek lehet. Főleg, de hogy olyan a piac, hogy már le van véve egy bástya elvtárs, meg egy futár elvtárs, és még azt el is lehet adni. Na, gondolom. Akkor jól okoskodtam, mint mondanám, barátok belőle. Nekem más bajom van, Fidelikusztán láttam az MGP-t vasárnap, Fidelikus próbálkozott, hogy már meséljen valamit, és mondta hunyorogva az MGP, hogy nem fog semmit mesélni. Majd megírja. A februárban kijön a könyve, és még egy rakás pénzt is csinál belőle. Hát, na hát. Megértette új idők szelért. De várjál, hallottam egy jó pofa dolgot, csak egyetlen egy mondat, hogy mennyire nem voltak ilyen idők, hogy mesélte nekem valaki, hogy beszélgetett telefonon valakivel, és mesélt valamilyen intim dolgot, már úgy értem politikailag intim dolgot, és akkor mondta, hogy ne beszéljük ezt most meg telefonon, mert esetleg lehallgatnak bennünket, mire a telefonos kisasszony a központos a vállalatnál beszólt, hogy kikérjük magunknak. Jó lesz, hogy a Molnár el könyvében majd színházi kritikák lesznek elgyúkva. Na mindegy. Nem, már... Én azt mondtam, hogy én annak ülök, hogy elég ritka nevem van. Ha megjelenik ez az ügynöklista, ugye? Hát Kéri Lászlóból bocs, nem akarok bántani, de lehet, vagy 20 az országban. Belőle csak egy mondtad.
Nem, de magyarázkodhat, hogy... Besúgóként vagy, nem tudom, hogy értelem. Nem, hát most kijön a listán, ott van egy Kéri László. Magyarázkodhatsz, hogy nem te vagy. Magyarázkodjon a halál, Kerény írta róla egyszer a Magyar Nemzetben, hogy én vagyok a D210-es, akit a kultúra... Mellette vagy? De nem minden ügynök rossz ember. Ott volt például ez a Roger Moore. Ez 007-es. Mennyire drukkoltunk, nem? Nézze, de majd ott is meglátják 007-es megyagálva, hogy azonnal beixeli azt is. De mint megfigyelt, mondjuk, ha megfigyelt voltál, vagy valaki megfigyelt volt, az nem egy öröm. Nem, de én évek óta erről mindig beszélgetünk. Most nem olyan régen, 6 hete beszéltünk utoljára erről. Akkor is ez volt a véleményetek, bohózat ez már így. Ez rendben is. Ebből már nem lehet jó kijönni, de állandóan hűíteni az országot, hogy 3 havonta valakit lelepleznek, szóval... Én szerintem legyen vége, hozzuk nyilvánosságra, én ezt gondolom, de az meg... Én is így gondolom, hogy... aki nem voltam ügynök. Jó, ez az rendben van. De hogy akit megfigyeltek, akkor az ezt látjuk még, hogy alapulat. Majd nézzük annak a Mikulásnak, hogy... Most kéne a Havassal beszélni. Most. Szóval, hogy akit megfigyeltek, arról nem kéne feltétlenül mindent tudni, nem? Szóval ahhoz azért senkinek nincsen köze, hogy mondjuk rólam kiderül, hogy akkor kivel jártam éppen. Na, hát, Juci azért ez... Azt mindenki tudta, Juci. Köszönöm. Vagy nem? Ja, hogy te azt mondod, hogy esetleg olyanoknak a... Hát miért gondolod, hogy nem? Jó, én azt tudtáltam ebben az egészben, hogy mindig nagyon aggódtak az egykori ügynökökért, hogy egy kicsit már lehetne aggódni azokért is, akiket megfigyeltek, szóval. Igen, ezt most komolyan mondom, és miért is, hogyha valakinek ott volt egy felesége, és egy mégis félre, és ügynökök. Én legalábbis úgy tudom, hogy a megfigyeltekért, hogy megfigyelték őket, részletesen vannak leírva a dolgok, ergo olyan indiszkrét ügyek is kiderülhetnek, igen, amit még egy megfigyelt se olvas esetleg szívesen. Jó. Hát igen, az, hogy én kivel, vagy ő kivel, jó, hát az aztán meg végképp. Nehéz ez az ügynökök. Nagyon nehéz. El lehet olvasni Eszterházinál, ez milyen dráma volt neki egy teljes éven keresztül, amikor földolgozta a saját apja jelentéseit. Azt javaslom, hogy akinek ez rohadtul fontos, előbb olvass el az Eszterházi könyvet, aztán gondolkodom. Felmentették azt a norvég férfit, aki megerőszakolt egy alvó nőt. A tettes azzal védekezett, hogy ő is aludt az aktus közben. Van ilyen, biztos, hogy van ilyen holdkoros fajta, csak ritka. Igen, hozzá még alvó rendőrség, meg alvó bíróság, amelyik felment. De hát ezek van alvajárok, de ezek még alva... De most a nő se ébredt. Egy alvó palitusz mélykor, miért ébrednél? Hát a horkolás. Úgy buktak le, hogy a... Hát ez hihetetlen. Megszólalt a vek. Úgy buktak, hogy a bíró látta a nőt, és azt mondta, a Palinak föl van mentve. Nem, a Pali úgy bukott. Nem csak én mindig logikázok, hogy a Pali csak úgy bukhatott meg, hogy a nő fölülbett a Pali horkolására, tehát. Igen. De mindeset ez egy találmány szerintem, az alvajárás után, az alva dugás, az nem egy régi házasoknál meg kell, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, észre se köszönöm. Igen, de egy darabban mi játszunk, és ott azt mondja rólam, hogy én közben elalszom. Igen. És az egyszer csak fölébredt valamire, nem tudom, valami hangot hallott, vagy valami. Igen, de most milyen tegnap játszottuk, és nem jut eszembe, hogy hívják a Jucit benne. Sanyi, neked Márcia, se jut eszed? Mert az agyam még a régi felekén. Márcia, igen. Reklámtáblával vert össze egy Mikulás az Egyesült Államokban egy idős hölgyet, amiért a nyugdíjas 29-szer állt sorban áll a csokiért. Meg is érdemli az ilyen beszélgetést. Fordítva is lehetett volna. A nő is összeverhette volna, hogy neki 29-szer kellett sorban. Ugyanannál a Mikulásnál. Hogy miért volt ez? Mert minden alkalommal biztos elénekelte a Heilige Nacht számot, mert hogy arra kapott csokit. Érzed, nem bírtam Mikulás. Nekem megvan a vélem, az az igazság, hogy én egyébként voltam Mikulás annak idején. Mondom! Mondd arra, erre ül!
semmi. Minden volt. Kezdjük el írni te. De nagyon jól sinod. Ács volt idáig, és Mikulás. Az a bűvös szél. Legközelebb. Ács után Nemecsek lesz. Pár persze odaülhetünk majd az imivel. Ács, női fodrász, Mikulás. Vipáljátok. Kizedeink, hogy ezeket összekevertem. Most ugrok egy nagyot. Ezt most már tehát tudjátok, hogy voltam Mikulás is. Szóval én előre bocsátom, én nagyon világéletemben nagyon tiszteltem és szerettem az idős embereket. Aki ismer, az tanúsíthatja is ezt. Na de vannak azért kellemetlen öregek is, nem és képzeld el, hogy te Mikulás vagy, mint ahogy én voltam annak idején, és akkor 29-szer odajön egy öreg, adjám csokoládét! Aztán meg, még adjál csokoládét, Mikulás! Az negyediknél már én nekem is emelkedne a kezdet. De még kijön belőled az állat ilyenkor? Ha van a kezedbe egy reklámtábra nyugdíjas, az így csak fejbe b***od, nem? Az idei év tekinthető mélypontnak a rendszerváltás óta eltelt 15 év átlagában a politikusok népszerűségét illetően. A jelenség... De jön a jövő év. Hogy az milyen lesz? A jelenség mögött a politikusi szakma imázsának végleges megromlását sejtik az elemzők. Tennék egy próbát. Hogy mi van velük? Nagyon kérek, tennéd ne velük. Nem, tényleg. Igazad van, tehát ígyunk egy sört. A közönséget tennék egy próbát, hogy a politikusok megértsék, hogy mi az, hogy imázs. Mondok egy roppant egyszerű, négy szóból álló mondatot. Garas Dezső 70 éves. Újabb, ezúttal 20 milliós állami támogatást kapott a Gyémántfürt Kft., amely Weckler Ferenc családjának érdekeltségébe tartozik. Bizony. A pénzt a terület és régiófejlesztési cél előirányzat pályázatán gépvásárlásra, kertépítésre, nem, kerítésépítésre. Nem ugyanaz, bocsánat. És munkahelyteremtésre kapták, cserébe azt vállalták, hogy júniusig, most már nagyon figyelmesen olvasom, júniusig 14 új munkahelyet hoznak létre a cégben, pont. Na jó, van akkor. Hát meg lesz a 14 munkahely, mert hála Istennek nagy a család, ezt tudjuk a szülőtámogatásra fölvett pénzekből. Egyébként ő azt nyilatkozta, hogy semmi szerepe nem volt az ügyben, hogy ezt megkapták, mert igaz, hogy tagja a Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak, amelyik a döntést hozta, de akkor nem volt a teremben. Akkor. Persze, kiment. Hát akkor meg így nem is, hát tényleg. Hát akkor meg nem is. De jó, most miről mond le? 270 millióért lemondott ugye a alelnökségről, most miről mond le? Hát 270 millió. Az a baj, hogy mindenkinek baj van a családjával, ugye Orbán felesége szőlészhet, a papája Dolomit, a megyesi gyerekekről is elég sokat beszéltünk, és most van két, ugye a Demszky lánya, és most van két politikus, akinek nagyon sok gyereke van. A Orbán Viktornak 5 gyereke van, csak nagyon picik, a Gyurcsánynak 4 gyereke van, szintén elég picik, de a felnőnek akkor... Tehát pályázni fognak, azt akarod mondani. Nem, de hát nem lehet azt ellenőrizni állandóan, hogy mit csinál az a sok gyerek. Hát olyan hír még sincs, hogy az óvodában nem tudom, nagyobb bajas kenyeret akart, hogy mi. Igen, mert már hol van az a óvónő, aki ezt megírta volna? Szomorúan nézel rá. Mi van egyszerűen, ez még végül is pályáztatsz, nem lopták, vagy... Lacikám, ezek a pályázatok olyanok, mint tudod, van, hogy SMS, 280 forint plusz áfa, csak ilyen elektromikroszkóppal kell nézned a televízióba, hogy észrevedd. Ugyanilyen a pályázat. Tehát valahol megjelenik, mit tudom, az éjféli halsonába, a kőbányai éjféli halsonába hajnali 4 órakor, és akkor meg van pályázva, de csak néhány ember tud róla. Nem erről az ügyről beszélek, mint a bíróság, ugye? Általánosságban beszélek. De nem kéne, vagy nem illik, vagy nem értem, vagy nem érzik emberek, hogy nem illik ezt csinálni. Ebben teljes mértékig igazatok van, csak most itt a gyerekekről volt szó, és a múltkor én ezt nem mondtam, de amikor végig gondoltam ennek a almának a helyzetét, ugye, a Demszky lányának a helyzetét, gondoljátok el, őt elvált gyerek, ugye? És ő nyilván úgy gondolta, hogy ő rá az édesapja nem volt tekintettel, mert én tudom, hogy mit gondolnak az elvált gyerekek. És akkor ő most miért legyen tekintettel az édesapjára? Gyarados, is közel hozzá az édesapjára. Értem, hogy a Juci mit mondta, és teljesen igaza van. Hát egy felnőtt lány, meg felnőtt emberek. Hát nem is beszélnek egymással. Az más tésztám. Az más. És János, most jön, az más. János, jobban menne a DVD-t, hogyha most meghirdetnéd, hogy kisorsolsz egy autót a
DVD vásárlók között, és a jövő héten bejelentett, hogy az egyik lányod nyert az autót. Na, na, majd másnak adom. A hülye le... Véletlen. Szomorú ez az egész. És na. Most én egy másik nagyon-nagyon szomorú. Na, nem tudott arról Kupper András, a fővárosi Fidesz frakciójának vezetője, hogy a pártja által is kaotikusnak és átláthatatlannak nevezett fővárosi parkolási rendszer legnagyobb vállalkozásának többségi tulajdonosa, akit szintén Kupper Andrásnak hívnak, a nagybátyja. Mi mind a mesében? Mi? A Centrum parkoló rendszer Kft. 32 ezer parkoló helyet üzemeltet Budapesten, tavalyi árbevétele csak nem 3 milliárd forint volt. És miért a probléma? Hát nagy az ő a családban, mert a nagybácsi se tudta, hogy neki van a Fideszben egy unokaöccse. Képzeld, és egy városban élnek, és beszélgetnek. Maga, édesanyám, ez a UNESCO-ban van. Ez szappan operát lehetne ebből írni, hogy hogy talál egymásra. A két eltéved gyermek. De azt, amit a Jani mond, tényleg van ilyen, szóval mondja, van önnek egy unokahúga Salgó Tarjánból? Azt mondja, nincs, anyám. Igen. Nem értem, nem olvastátok el a hírt, mint a gond. Az, hogy kaotikus és átláthatatlan, attól még megér 3 milliárdot. Fidesz képviselő, hát ő csak tudhatja. Hát volt már olyan időszak, hogy kaotikus volt, átláthatatlan volt, de jó üzlet volt. Nem illik állandóan lázítani a parkolók ellen. De! Hát én nekem csak egy milliárd, én ne haragudj. De nekem megmondom, mi a bajom. Hát van egy csomó vállalkozó az országban, aki marha sokat dolgozik azért, hogy valami hasznot termeljen. Én egy ilyen répatermesztővel beszéltem a múlt héten, 10 forintot adnak kilójáit a répájának. Jó répája lehet, sajók. Az én répám, én nem adnak már semmit. 5 forintért szállítják oda. Most nem a világ legjobb üzlete, hogy gyakorlatilag egy olyan vállalkozásod van, ami ez az égvilágon nem kell semmit, csak hogy bedobják valahova a pénzt, és te szeded a pénzt. Hát mennyi itten a rezsi? Ráadásul nem is fizet, ezen voltam fölháborodva, hogy ők, ez a vállalat, ez nem fizet a fővárosnak. Nem ez a baj, mert nem a fővároshoz baj. Tartoznak, hanem a kerületekhez, de azoknak is... oda fizetnek? Nagyon keveset fizetnek, azt mondják, hogy fejlesztenek. Hát nem olvastad, hogy továbbképzik ezeket Marko, a... De egyetemi azt tanárok. Azt mondják, hogy nem a fővároshoz tartozó területeken vannak az ő óráik. Na jó, de hát akkor fizessenek. Ezért nem adnak egy vasszat legyen, akkor városnak. Legyenek a fővároshoz, de akkor is fizessenek. Ha keresnek, na, fizessenek. Na jó, de hát... Én is fizetek. Nem párosával, hanem egyesével árulnak cipőket egy olasz boltban. Indoklások szerint a két láb különbözik, így jó, ha a rávaló is testre szabott. Én voltam Moszkvában a gumáruházban, ugye gumáruházban. Nem volt rossz. Cserélgették az isakákat egymás fején. 48-as csizmát, elcserélték olajra. Hát valami jó, van 4-5 pár, fél pár cipőd ott, bármire el tudod cserélni. De az olaszok azért előbbre van. Én nem nagyon jó. Majd tett ezt. Úgy helyzitek el. Anyám, 1905. Pardon, bocsánat. Privatizáltuk sem. Már úgy, hogy együtt. Igen. Az anyám 1955-ben az Alföldön eladott egy teherautó félpár cipőt. Na. Sok rokkant jött arra, vagy mi van? Csak balt. Csak balt? De ki olyan, aki megvette? A kommunistát! Balos cipőket vettek. És mondta, hogy... Nem tették szóvá nekünk. Két nap múlva már arra járnak a jobbak. Nem, azt mondta a sofőrnek, hogy gáz, mert vitték haza lelkesen a fejek a feleségüknek. De nem vették akkor észre. Nem indul az autó, bajok van. 55-ben nem lehetett semmit kapni az ember. Semmit nem lehetett észre benne. Hát kapott egy fél pár cipőt, az is több, mint a semmi. Hogy ne, hogy a fenében? Hát, ha jön egy teherautó, csupa jobb cipő. 25 évvel ezelőtt helyettesítettem a Hungária együttesbe, akkor még... Mikulás. Akkor nem Mikulás, baszgitároztam, kérlek szépen. Akkor még a nagy felfutása előtt volt a Hungáriának, Nyugat-Berlinben jártak ki játszani, és egyszer... Hungária, és egyszer... Ne arra, hogy a felfutásban már nem voltál benne? Olyankor én mindig távozom, ahogy a zenekar a csúcsra ér abban a pillanatban elfattak, aztán a többit már meglátom. Hungária 68-ban velem együtt nyert ki, mit tudott? Igen, nem emlékszem. Csak a valami zenei kategóriában. Na minden, akkor nagyon nagy dolog volt még egyáltalán kijutni Nyugat-Berlinbe, és ők járhattak ki egy évben többször. És hát a Fenyő az úgy döntött, hogy vesz egy pár csizmát, a cipőről jutott eszembe a dolog, egy pár csizmát a feleségének, bementünk egy ilyen cipőzetbe. Na most hazudnék, azt mondanám, hogy a Fenyő könnyen válik meg a pénztől, és...
ha bemegyünk a cipőüzletbe, kinézünk egy cipőüzletet, azt a csizmáska kell, azt mondja, az a fekete, az baromi jó lesz. Megvettük a feketét, kifizette az, mert azt mondja, nem, azt mondja, nem fog örülni neki a feleségem, azt mondja, menjünk, cseréljük ki drapra. Kicserítjük másnap drapra, kicserítjük ezen hazam. Azt nem, azt mondja, ez túl magas a sarka, alacsonyabb sarka. Ez ment, esküszöm, az napokon keresztül, a végén megvettük a drap lapos sarkú csizmát. És akkor átadta a feleségének, és az egyik 37-es volt, a másik 42-es. Ez volt a bosszú szegények. De Gabi, én nem értem a történetet, nem volt ott a felesége? Nem fogja, nem. Hogy jött ő? De ha nem volt ott a felesége, hogy lehet? Hát a feleségem állandóan ott van, és nem jó neki az összes szép, amit gyártottak a világon. Ha nem tudom, hanyas lába van a Mininek, akkor komolyan mondom, ne is haragudjál, nem éritek meg az aranylapot. De ne haragudj, tenni, ne. Gabi, hát a számok azok olyanok, hogy elől, nagy, hátul, kicsi, középen. Engem is ez lett meg ebbe a Tedinek. Igaz, az ilyen őrültséget, hogy valaki a feleségének úgy vegyen cipőt, hogy a feleség nincs. Gyerekek, ezt beszélni meg a fenyőről. Fenyő 25 évvel ezelőtt milyen méretarányos cipő. De miért mondtad el? Értem. Miért mondtad el? Értem, én azt akart elérni, hogy soha többet a felesége ne várjon ajándékot tőle. Na, ez milyen pipa lesz a fenyő? A fenyő mit akart elérni? Én gondoltam, szeretem egy olcsót a televízióban. Úgyis a ritkán. A Kern Andris például bőrkabátot vett a feleségének, két te is ott voltál, és én próbáltam föl, pedig a felesége és jó lett neki. Kapcát vett? Lehet, hogy kapcát vett engem, igen. Most már hagyjatok a fenyővel együtt, komolyan mondom. Egy olasz vendéglős hűtőszekrényében megromlott az a 85 dekás szarvasgomba, amelyet 10 millió forintért vásárolt. A vendéglős bánatában temetést rendezett a gombának. Ezt úgy elképzeltem, hogy ott állnak a sína, és sorolják a gomba érdemeit. Megmosszam, mert roppan szagos. És mondják, hogy itt áll mindenki mögöttünk, aki túlért téged. És kis vargányát a dobolt a ravatalra ilyen kis... A speciál gomba esetében szokott lenni temetés, csak nem ilyen típusú. Mindegy. Nem árt. A gomba esetében szokott lenni temetés, csak nem ilyen típusú. Más apropóból, igen. Én mindig kikezeltem. De ez az a... Találkozunk 13 nap múlva pontosan, pénteken, szilveszterkor egy dupla heti hetesben. Nagyon boldog karácsony ünnepeket kívánunk, a telefonszámú 06-1382-2144, a címünk Budapest 1119, Fehérvári 89-95, a Teletek 637-es oldalát nézzék meg, és írjanak nekünk e-maileket, rengeteget a hetihetet.hu-ra, ja, és nézzék meg a www.erdeklub.hu-t. A boldog karácsony ünnepeket, kapjuk a jó kívánságot, már elmondtam, mondom, még egyszer boldog karácsony ünnepeket kívánunk, találkozunk tehát 13 nap múlva a viszontlátásra. We'll be right back.